Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Bárányhimlő miatt meghalt egy kisgyerek Tolna megyében. Ősztől ingyenes lesz a védőoltás. Együttműködés. Egyetemekkel kötött képzési szerződést Paks 2. Összefogás. Szülők támogatásából jött létre egy új energiapark a Szekszárdi Garay János Gimnázium udvarán. Bajban a méhészek. Milliárdos károkat okoz az ágazatnak az esőzés. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Szeptembertől ingyenes és egyben kötelező lesz a bárányhimlő elleni oltás. Van olyan szekszárdi orvosi körzet, ahol az érintett gyermekek 40%-a be van oltva, ám az orvosok szerint sok tévhit övezi a bárányhimlőt, például, hogy ez ártalmatlan, banális betegség. A bárányhimlőnek ugyanis komoly szövődményei lehetnek, előfordul, hogy az életet is veszélyeztetik. Tolna megyében pár hónappal ezelőtt meghalt egy kisgyerek a szövődmények miatt. Vérmérkezésben egy baktérium által okozott vérmérkezés, ugye természetesen lekerült Pécsre, az intenzív osztály és Pécset egy vérmérkezésben meghalt a kislány 2 nap alatt. Győri Gábor szekszárdi gyermekorvos azt a néhány hónappal ezelőtti esetet idézi fel, amikor a gyerekorvosi ügyeletre egy bárányhimlős kisgyereket hoztak be a szülei azzal, hogy lázas, legyengült és a testén kijött kiütések is elfertőződtek. A gyerek hiába került gyorsan kórházba, belehalt a szövődményekbe. A bárányhimlő nyomatékosítja a gyerekorvos, a közvélekedéssel ellentétben ugyanis nem egy ártalmatlan, banális betegség, nagyon is komolyan kell azt venni. Ezen kiütéseknek a felülfertőződése, a baktérium általi felülfertőződése és elgenyedése okozza a problémát. Ezen kívül okozhat problémát még a magának a bárányhimlő vírusnak a központi idegrendszerbe okozott gyulladásos folyamata, illetve csontvelőre is nagyon komoly és nagyon károsító hatást tud kifejteni. Győri Gábor azt mondja, évről évre egyre több szülő kéri a védőoltást a gyerekének. Ebben a körzetben a páciensek 30-40%-a van beoltva a betegség ellen. A gyerekorvos éppen a súlyos szövődmények és a legutóbbi haláleset miatt is örvendetesnek tartja, hogy szeptembertől ingyenes és egyben kötelező lesz a bárányhimlő elleni oltás a Nemzeti Népegészségügyi Központ javaslatára. Csak úgy, mint a világ többi részén, Magyarországon is beillesztik a Nemzeti immunizációs programba. Egyedül a két szükséges vakcina időzítéséről van vita. A két injekciót a tervek szerint 13 és 16 hónapos korban adják majd be a gyerekeknek. A házi gyermekorvosok egyesülete szerint inkább a bárányhimlő elleni védőoltást a többi oltással együtt kellene beadni a gyerekeknek 15 és 18 hónapos korban. Győri Gábor is ezt tartaná észszerűnek, mivel így a kicsiknek nem kellene két újabb alkalommal átélniük azt a pszichés stresszt, amit az oltás okoz. A fogyatékkal élőket segíti a választási törvény. A jogszabály lehetővé teszi ugyanis, hogy május 26-án az európai parlamenti voksoláskor a szavazáshoz például a gyengén látóknak való Braille szavazósablont vagy mozgóurnát igényeljenek, aminek a határideje pénteken jár le. Amíg nem sikerül az összes szavazóhelyiséget akadálymentessé tenni, a választópolgárnak előre jeleznie kell, ha akadálymentesített szavazóhelyiségben szeretne szavazni. A törvény szerint minden település minden választókerületében legalább egy szavazóhelyiséget akadálymentesíteni kell, országszerte 7489 akadálymentes szavazókör van. Képzési együttműködést kötött a Paks 2 Atomerőmű ZRT és a Pécsi Tudományegyetem. A szerződés aláírását még újabbak követik, mert a Paks 2 Akadémia elnevezésű programba 6 hazai egyetem kapcsolódik be. Az atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzést elvégző szakemberek megalapozhatják jövőjüket egy olyan iparágban, amely a következő évtizedekben kiemelt szerepet tölt be, úgy a hazai, mint a nemzetközi energiaszektorban. Hangzott el a Pécsi Tudományegyetemen a megállapodás aláírásakor. Paks 2 Akadémia elnevezéssel alapképzésre épülő 2 féléves atomerőmű üzemeltetési szakmérnöki képzés indul ősztől 6 magyar egyetemen. Az első megállapodás hétfőn született meg a Paks 2 Atomerőmű ZRT és a Pécsi Tudományegyetem között.
A tananyagot a Paks 2 ZRT a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, a Pécsi Tudományegyetemmel, a Debreceni Egyetemmel, a Pannon Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel és a Dunaújvárosi Egyetemmel együttműködésben dolgozta ki. A hat egyetem a Paks 2 ZRT anyagi támogatása mellett indítja el az atomerőművi üzemeltetési szakmérnök szakirányú továbbképzési szakot, ami ennek köszönhetően a hallgatók számára térítésmentes. A Paks 2 ZRT számára nagyon fontos a magasan képzett munkaerő. Éppen ezért hívta életre a projekttársaság a Paks 2 Akadémiát, amely színvonalas képzési programot kínál az egyetemi hallgatóknak, emelte ki Lenkei István vezérigazgató, hangsúlyozva, hogy hosszú távú, stabil munka lehetőségre számíthatnak azok, akik elvégzik a képzést. Ha eljönnek hozzánk dolgozni, akkor most nem csak az építkezésben, hanem az azt követő 60 évben, erre az időre 60 évre van tervezve az erőmű, és üzemi hosszabbítás természetesen elképzelhető még itt is. Erre az időre egy stabil, megbízható szakmát és szakmai műhelyt és munkahelyet fognak találni. A szakirányú továbbképzés 2,5 éve alatt a hallgatók alapszintű ismeretekkel gazdagodhatnak az atomerőmű technológiai részleteiről, az üzemeltetés folyamatáról, a nukleáris biztonság alapjairól, az atomerőmű biztonságos működéséről, fűzte hozzá a Paks 2 ZRT vezérigazgatója. Kiemelte, hogy az atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzést elvégző szakemberek megalapozhatják jövőjüket egy olyan iparágban, amely a következő évtizedekben kiemelt szerepet tölt be úgy a hazai, mint a nemzetközi energiaszektorban. A 2019 őszén induló képzésre a választott intézmény felvételi rendje szerint lehet jelentkezni. 5,2%-kal bővült a hazai gazdaság 2019 első negyedévében, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A növekedéshez az ipar, az építőipar és a szolgáltatások járultak hozzá a legnagyobb mértékben. Az adat kapcsán egyébként óriási volt a bizonytalanság, a prognózisok 4,2 és 6% között szóródtak. A fő kérdés az volt, hogy a növekedés meghaladja-e az 5%-ot. Az országos statisztikákat alapul véve is különösen hatékonyan működnek a Tolna megyei bíróságok. Az ügyek legnagyobb részét ugyanis kevesebb, mint egy év alatt sikerül lezárni és jogerős ítéletet hozni. Erről beszéltek a szekszárdi törvényszék vezetői a megyei társszervezeteknek rendezett évértékelő értekezleten. A megbeszélésen az adóhatóság, a kormányhivatal, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a büntetés végrehajtás, az ügyészség, az ügyvédi kamara és a szekszárdi önkormányzat képviselői is megjelentek. A legtöbb hatósággal együttműködési megállapodásunk van. Ez sok rétű, ebből csak egy-két példát, hogy kiemeljek. Rendszeresen közös rendezvényeink, szakmai rendezvényeink vannak, közös oktatások vannak, illetőleg megbeszélések az új eljárási jogszabályokkal kapcsolatosan, illetőleg az elektronikus ügyintézés kapcsán is. Páratlan összefogással alakítottak ki több mint 5 millió forintos szabadtéri edzőtermet a szekszárdi Garai János Gimnázium udvarán. Az igazgató megkeresésére több szülő összefogott, voltak akik pénzzel, mások tervező, kivitelező munkával támogatták a kezdeményezést. Még zuhogó esőben, 7 fokban is szívesen megmutatták a szekszárdi gimnazisták, milyen gyakorlatokat lehet végezni a Garai János Gimnázium udvarán újonnan kialakított energiaparkban. Azt mondják, nem csak szünetekben mozognak majd itt. Az edzés, minden délután fogunk majd, ugye ezt beszéltük a fiúkkal, hogy minden délután akarunk majd edzeni, és szinte bármit lehet itt csinálni. Meg főleg még lesznek majd bogzsák is, meg különféle ilyen kötelek, meg ilyenek, és nagyon jó lesz majd. A park összefogással épült meg, 4 szülő, köztük több ex-karaista fogott össze az igazgatóasszony és a testnevelő tanárok kérésére. Mondott egy összeget, és akkor úgy gondoltam, hogy ennek az 50%-át bevállaljuk. Heyman Józsefné, az iskola igazgatója, az átadón az összefogás üzenetértékét emelte ki, és azt, hogy a szülők első hívószóra a kezdeményezés mögé álltak. Azonnal igent mondtak, tehát ez egy olyan jó érzés volt, tehát látni is rajtuk azt, hogy gondolkodás nélkül, tehát ez egy csodálatos érzés volt. Az elmúlt 2 évben több fejlesztés valósult meg az intézményben. Új kosárlabdapályát építettek ki az udvaron, majd a parkolót, udvart és a járdákat rakták rendbe a szekszárdi tankerületi központtól kapott közel 10 millió forintból. A város pedig az intézmény fenntartható működéséért tett sokat.
Például néhány évvel ezelőtt ugye a napelemre kezdhető fel a Galai gimnáziumot, ami jelentős mértékben csökkentette az energiaráfordítást a városnak. Én azt gondolom, hogy ez a közös összefogás, amelynek keretében a tankerület, a város, illetve a szülők megtalálták azokat a célokat, amiket aztán közösen meg tudnak valósítani, és el tudnak érni, ez mindenféleképpen előremutató és példaértékű. Az 5 millió forintból kialakított energiaparkban egy pingpongasztal is helyet kapott, amivel a kissé elfeledett asztali tenisz válhat újra népszerűvé a fiatalok körében a testnevelő tanárok szerint. Az előző évhez képest 10%-kal többen, várhatóan több mint 215 ezeren táboroznak majd az idei nyáron egy szakmai szervezet felmérése szerint. Ennek egyik oka, hogy a családok anyagi lehetőségei egyre több helyen engedik meg, hogy táboroztassák gyermeküket, illetve a szülők egyre inkább felismerik a táborok gyermekfelügyelet melletti pozitív hatásait. A növekvő gyermekszámra a táborszervezők is reagáltak, és ahol megoldható, ott újabb turnusok indítását irányozták elő. Ugyanis a legjobb árérték arányú táborok már március-áprilisban beteltek, és csak válólistára tudnak felvenni jelentkezőket. Hatalmas károkat okoz a méhészeknek a csapadékos időjárás. A méhek az eső miatt nem tudnak kirepülni a kaptárokból, így enni sem. Van, ahol már elkezdtek pusztulni a rovarok. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke szerint 6-7 milliárd forint az ágazat kiesése országosan. Ha marad a csapadékos időjárás, akkor az a méz jelentős drágulását okozza majd. Ez nem mérgezés, mert a mérgezésnek kint van a cipóká, és össze van görnyedve a méhecske. Megfagytak, hogy ez a terület? Meggyermettek kint, igen. Már pusztulnak a méhei ennek a tolnai méhésznek. Az elmúlt napok szokatlanul csapadékos időjárása okozta a halálukat. Az eső miatt nem tudnak kirajzani, így enni sem, pedig most virágzik az akáca, méhek egyik fő tápláléka, és a hazai méztermelés egyik legfontosabb növénye. Kedden még jártak, akkor még hordtak is mézet, és az ott a vége. Tehát az eső, ez kimossa az akácot is. Tehát úgy van az akásznál, hogy ilyen 20-25 fok körül hőmérsékletet kéne, ahhoz, hogy mézeljen. Éjszaka pedig ilyen 15. Sajnos ez nem létezik ebben az időszakban most. A méhészek kára már most is hatalmas. A szakértő azt mondja, azok közül, akik csak az akácból élnek, többen tönkre is mehetnek a szezon végére. Az első akácvirágzásunk dandárját, azaz a fővirágzási időt tette tönkre. Ha egy átlagos évünk lenne, ami 10 000 tonna akácot jelent, akkor már kijelenthető, hogy a fele ennek a mézmennyiségnek már nem fog megteremni. Körülbelül forintosítva 6-7 milliárd forint kiesés. Ha néhány napon belül nem fordul jobbra az időjárás, akkor a már most is hatalmas kiesés a kiskereskedelmi árakban is visszaköszön majd, vagyis nagyon drágulhat a méz az esős május miatt. A méheknek egyébként, ha el is áll az eső, még napokra lesz szükségük ahhoz, hogy újra táplálékhoz jussanak. A virágok ugyanis nagyjából 2-3 nap alatt lesznek porzóképes állapotban. Idén is csatlakozik a múzeumok napjához a szekszárdi Vosinszky-Mór megyei múzeum. Az idei esztendő sokkal színesebb lesz a megszokottnál, köszönhetően egy országos kezdeményezésnek. A Mozaik Múzeum Roadshow, a Néprajzi Múzeum és a Nemzeti Kulturális Alap közös programjaként ad lehetőséget a nagyobb szabású ünneplésre. Itt a főépületben megtartjuk ezeket a hagyományosnak mondható emlékező programpontokat, ezen kívül fönt a Vármegyeházában, illetve a főépületben koncerteket szervezünk, illetve olyan látogatók számára érdekes programokat hozunk be, ami nem megszokott, például az egyik teremőr kollega bűvészkedni fog, vagy terápiás kutyafoglalkozást mutatunk be az érdeklődőknek. Végső célja pedig pontosan az ennek a roadshow-nak, hogy a fiatalabbakat, illetve minél szélesebb réteget próbáljunk megszólítani, hogy a múzeum ez egy jó hely. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Szigetvár vendége volt a Fidesz alelnöke, az EP választásról tartottak lakossági fórumot. Minőségi helyi alapanyagokat az éttermekbe, harmadik alkalommal rendezték meg a gasztrotalit. 5 év után újra az élvonalban, feljutott az NB1-be a kaposvári Rákóczi. A migráció kérdése egy átlagos politikai témánál sokkal több embert megérint, ezért ezek a rendezvények nem tipikus fideszes fórumok, mondta a hétfői szigetvári lakossági fórumon a Fidesz alelnöke. Kubatov Gábor kiemelte, Brüsszel kettős mércét alkalmaz. Ezért tiltakoznak az ellen, hogy a magyar családok támogatása helyett a migránsoknak adjon az EU pénzt. A bevándorlást meg kell állítani,
Ezt üzenik Brüsszelnek. A politikus a május 26-ai európai parlamenti választással kapcsolatban tartott fórumot a Baranyai városban. Összességében 76 nyertes pályázat jött létre, és került szerződésnek aláírása a négyes választókerületben. Így mutatta be hétfő délután Nagy Csaba országgyűlési képviselő, milyen fejlesztések voltak Szigetváron és környékén, vagyis a négyes számú baranyai választókörzetben. A képviselő felvezetője után Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke beszélt arról, mi a tétje a május 26-ai európai parlamenti választásoknak. Most én már a harmadik, negyedik, ötödik alkalmon is talán túl vagyok, és azt látom, hogy érdekes módon ezek nem fideszes lakossági fórumok, hanem annál több. Nagyon sok olyan aláírónk van, és nagyon sok olyan támogatónk van, akik ez idáig nem a mi támogatóink voltak, de mégis azt gondolják, hogy ebben a kérdésben, a migráció megítélésében ebben nekünk van igazunk. Míg Brüsszel a magyar kormány babaváró támogatását mondva csinált indokokkal akarja eltörölni, addig a migránskártyákat nyakló nélkül tízezereknek adják. Ez ellen a kettős mérce ellen küzdünk, hangsúlyozta a Fidesz alelnöke a Szigetvári Lakossági Fórumon. A Baranyai Város házasságkötőterme adott otthont a fórumnak, ahol mintegy százan hallgatták meg az Üzenjük Brüsszelnek a bevándorlást meg kell állítani címmel tartott előadást. Idén is ellátogatnak az érdeklődők a Lafarge cementgyár Bükkösdi bányájába. Ezúttal két külön időpontban, június 7-én fogadják a baráti társaságokat, valamint június 12-én az iskolás csoportokat. A nyílt nap alkalmával betekintést nyerhetnek a látogatók a bányában zajló termelési folyamatokba, de a munkagépeket is megnézhetik az érdeklődők. Idén is megrendezi a királyegyházi Lafarge cementgyár a hagyományos bánya nyílt napot. Azonban az eddigi évektől eltérően ezúttal nem májusban, hanem júniusban látogathatnak el az érdeklődők a Bükkösdi kőfejtőbe. A visszajelzések alapján idén két külön időpontban fogadják az iskolás csoportokat, illetve a családokat, baráti társaságokat. Június 7-én lesz az, amikor várjuk a családokat, a pici gyermekeket. Itt meg lehet nézni majd a nagy gépeket, amit a gyerekek nagyon szeretnek, illetve szintén a munkavédelemre és az egészségvédelemre utalva föl lehet próbálni az összes egyéni védőfelszerelést és végigmenni magán a bányai technológián, megnézni a törést. És külön június 12-én pedig egy másik időpontban várjuk az iskolás csoportoknak a jelentkezését, illetve várjuk őket sok szeretettel a Bükkösdi bányában. Jelentkezni a www.lafarge.hu oldalon regisztrációt követően lehet, illetve a cég munkatársai telefonon nyújtanak további információt az érdeklődőknek. Gombák, kecskesajtok, mézek, szörpök, bölényhús. Többek között ezeket a termékeket is kínálták a termelők a harmadik Gasztrotalin Balatonlellén. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara célja, hogy minél több termelő legyen beszállítója egy-egy étteremnek, vendéglátóhelynek. A részvevők szerint hasznosak az ilyen találkozók, hiszen így közvetlen kapcsolat alakul ki a felek között. Natúrgyümölcslevek, sajtok, mézek, lekvárok, borok, magolajak, mangalica, szalonna és kolbász. Számtalan incsiklandó portéka közül válogathattak a harmadik Gasztrotali érdeklődői Balatonlellén. Fülöp, Sági, Juditék először csak állattenyésztéssel foglalkoztak, az ötlet a feldolgozásra később jött. A Gasztrotalikon való részvétel náluk nem is kérdés. Lettek ebből étteremmel, hotellel szerződéseink, és így be tudunk szállítani. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy fontos és jó dolog az Agrárkamara részéről. A balatonszemesi Kistücsök étterem és séfje Jáni László már a 90-es évektől folyamatosan törekszik arra, hogy minél több alapanyagot helyi termelőktől szerezzenek be. Több dologról szól ez az egész történet, de a legfontosabb tényleg az, hogy mutassuk meg a helyi ízeket, a helyi alapanyagokat, akár az éjszaknak megfelelően is abszolút, és ebben egy nagy segítség ez, hogy vannak ilyen rendezvények, nem nekünk kell megkeresni, nem nekünk kell utána járkálni, hanem eljövünk egy központi rendezvényre, ahol esetleg megjelennek olyan szállítók, olyan termelők, akikkel még nem nincs kapcsolatunk. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. A termékek között akadt olyan is, amelyeket mostanában fedeztek fel újra, ilyen például a som. A som egy őshonos növény Magyarországon, annyira, hogy a Somogy vármegye neve is erre a növényre eredeztethető, mégsem ismerjük különösebben. Ezen próbálunk változtatni, főleg az ilyen termékekkel, amelyek különlegességet hoznak a mindennapi étkezésbe. Próbálunk minél több receptet gyűjteni, akár külföldről, de akár visszanyúlva a régi idők szalkács könyveig is.
A termelők, gazdálkodók és a vendéglátó szakemberek is abban bíznak, hogy ezek a rendezvények hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre több étterem és szálloda használjon minőségi és helyi alapanyagokat étlapjának összeállításához. Újra az élvonalban a kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöldfehérek az utolsó Soroksár elleni mérkőzésük eredményétől függetlenül már feljutottak az NB1-be. Így örültek vasárnap a kaposvári Rákóczi FC játékosai és a stábtagok Dorogon. A somogyi együttes 5-2-re győzött idegenben, ezzel pedig megszerezte a második helyet a másodosztályban, aminek köszönhetően 5 év után újra feljutott az NB1-be. Tulajdonképpen hatalmas volt az öröm, a csapat, stáb, mindenki, pályára rohantunk, és megköszöntük a rengeteg szurkolónak, aki ott a helyszínen buzdított minket. Az idei cél az NB2-es tagság megőrzése volt, ahogy viszont jöttek a jó eredmények, az elvárások is nőttek a kaposvári csapattal szemben, mondta a klub ügyvezetője. A Rákóczi mellett a Zalaegerszeg szerezte meg az NB1-es indulás jogát, az a csapat, amelyben Waltner Róbert, a kaposvár jelenlegi vezetőedzője játékosként korábban meghatározó volt. Nagyon boldog vagyok, hogy pont a szülővárosom és a egyik kedvenc csapatom, a legtöbbet futballoztam 6 évet, így ennél jobb érzés nem is lehet, úgyhogy büszke vagyok a csapatra, a játékosokra, és ha meg lehetett ezt tervezni, vagy írni, vagy kirújson fel, akkor ezt a két csapatot mondtam volna, hogy ez sikerült, úgyhogy minden rendben van. Waltner Róbert tavaly az NB3-ban 7 forduló után vette át a Rákóczi irányítását. Mint mondta, kihívás, és nagy öröm lenne számára, ha az NB2 után edzőként az élvonalban is be tudna mutatkozni. A tervek még körvonalazódnak a kaposvári csapatnál, de az biztos, hogy győzelemmel búcsúznának a szezonbeli utolsó meccsükön. A már tét nélküli találkozót vasárnap 14:30-kor játssza a Soroksár ellen a Rákóczi hazai pályán. Végül mutatjuk újra a legfontosabbakat. Bárányhimlő miatt meghalt egy kisgyerek Tolna megyében. Ősztől ingyenes lesz a védőoltás. Együttműködés. Egyetemekkel kötött képzési szerződést Paks 2. Összefogás. Szülők támogatásából jött létre egy új energiapark a Szekszárdi Garai János Gimnázium udvarán. Bajban a méhészek. Milliárdos károkat okoz az ágazatnak az esőzés. Csütörtökre várhatóan elhagy minket a hideg, esős időt okozó ciklon. Melegedés kezdődik, de az évszakos átlagnál még hűvösebb idő várható. Szakadozott, vékony felhőzet melletti változó napsütés kialakulása a legvalószínűbb. Számottevő eső már nem hullik. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Viszontlátásra!